Ma este a Budapest Parkban ad valószínűleg egy felejthetetlen koncertet a magyar származású zenész Leslie Mandoki, aki nem tudott eljönni ide hozzánk a stúdióban, viszont a telefonvonal túlsó végén már ott van. Jó reggelt kívánunk! Szép jó reggelt! Jó reggelt! Na hát mit lehet tudni erről a ma esti koncertről? Kik lesznek még a fellépők? Hát én elhoztam tulajdonképpen egy ilyen világválogatott lesz, például a Fúvós kórus, az Wendy Brecker, a világ 15 éve a Billboardba vezeti a csártot, a világ legnagyobb trombitáson, 13 Grammy-t nyert idáig. Mellette a trombitán Till Brunner, a berlini Európa egyik legismertebb jazzzenésze, előtt lesz a két trombitás, mellettük a John Henry-vel a Supertramp-ből, mint altó, szaxofonon és klarinéton, mellettük Bill Evans a Miles Davis Bandban szoprán és tenor szaxofonon, valamint a legendás Klaus Doldinger a Passportból tenor szaxofonon. A gitáros, akit a gitárosoknak a megválasztják, hogy egy világ legjobb gitárosa minden évben, az a Mike Stern New Yorkból, hát óriási gitáros, mindenki ismeri. Örülök, hogy velünk van megint újra, most egy darabig nem tudott tornézni, mert majd volt egy nagyon csúnya balesete, most játszik először megint, és hát csodálatos volt ennek a próbán. Az énekesek lesznek, a Bobby Kimball, a Totónak az énekese, Chris Thompson, a Manfred Mann hangja, mindenki ismeri világslágra, mint például a Blinded by the Light, a Cutting Crew-ból az énekes, a csodálatos eddig van itt. Szóval csak úgy az alapot. Hát ez tényleg egy világválogatott, de az alkalom is különleges, mert ugye a koncert beharangozójában azt írják, hogy a 25 éves Sziget Fesztivál előtt szeretnének tisztelegni, ami az ön életében azért is történelmi volt, mert hogy a második Szigeten lépett föl az egyik első külföldi fellépőként. Miben emlékeztetnek még erre a Sziget hangulatra majd ma este? Hát mi voltunk annak idején az első, a nemzetközi banda, hát a működtünk akkor el, hogy az ilyen rendezőből velünk, és sajnos kivételesen nincs velünk tetszett a tárból, mert holnap lesz 70 éves, és a gyereke és unokája is hazajöttek a Skóciába, Amerikába, úgyhogy itt már a színpadról fogjuk üdvözölni, és énekelünk neki egy nagy happy birthday-t, mert a családommal természetesen. És hát aztán fogunk tisztelegni a 20 éves Szigetnek, mint a akkor szólt először így a Szigeten nemzetközi banda, hogy lejártuk 5 és 7 között, tehát aki délután, amikor megnyertek a kapuk, akkor elindul egy film, amit akkor vettünk fel, egy koncertfilm. Akkor felvettük ezt a Német TV felvette, és azt le fogjuk adni 5 és 7 óra között ezt az akkori felvételt. Az akkori Sziget hangulatot, ugye Island of Freedom-nak hívták, a Szabadság Szigetének, a Euro Woodstock volt az alcím, és ezt a filmet fogjuk levedelni az akkori koncertünkről. Egy ilyen fantasztikus koncertet milyen felkészülési időszak előz meg? Hát mi elküldjük egymást a kottákat, természetesen ide-oda méretjük, mindenki felkészült olyan a próbákra. Egy rész az amerikai csapatnak már nálam volt a stúdióban, és tegnap pedig itt a Gödörben, úgymond az akváriumban próbáltunk egyet, úgyhogy még lejátottuk az összes dalt, tehát az egész programot, és beépítettük a Bródi Jánost és a Charlie-t és a két magyar emberünket. Igen, azon sokan meglepődtek, hogy Bródi János és Charlie is ott lesz, miközben a nyilatkozta, hogy a 70-es években ők sokat jártak önhöz külföldre, Németországban. Miért ezeknek a találkozóknak milyen hangulata volt? Hát akkor abban az időben én mindig nagyon tiszteltem a Bródi János, mert megírta az antikommunista himnuszt, és olyan nem csak mint rock, hanem ügyesen és okosan és intelligensen csinálta meg, hogy a cenzúrát át tudta verni. És a közönség értette, hogy ha én Rózsa volnék, miről szólt a cenzúra, nem úgy, hogy 6-7 után begyűjtött így megint elemezeket, és ez persze egy ilyen nagyon érdekes momentum volt a diktatúra elleni harcban. Akkor egy kisrác voltam, a köztünk lévő korkülönbség akkor még nagyon nagy volt. És tulajdonképpen Németországban ismerkedtünk meg, amikor a Bródi tínédzsernek az volt a frusztrált szituációja, hogy ők betiltották a BBC interjú után, és nem is játszottak az Illéssel Budapesten, és akkor kiállt sokat hozzám Münchenbe, és rengeteget beszélgettünk arról, hogy ő is kinn akarná maradni, de hát ő ugye ezt annyira kötődik a magyar nyelvhez,
még mindezt, amit tanultam a magyar szövegíróktól, legfőleg tőle, meg aztán az a szövegírótól, akik utána jöttek, ezt én angolul valósítottam meg. És hogyha ma engem annyit dicsér az amerikai és az angol sajtó a szövegeim miatt, amit írok a nótáinkra angolul, akkor mindig mondom, hogy hatalmas magyar szövegírók voltak, akiknek a munkásságát mindig tanulmányoztam, akik engem rengeteget befolyásoltak. Charlie meg hát egy csodálatos énekes, mindig nagyon közeli jó barátom volt, és mindig, amikor Magyarországon járunk, sajnos nagyon ritkán, akkor behozom a zenekarba egy rövid időre, mert ő hozza a csodálatos hang, aki megértemelte volna már a 70-es évek elején, hogy egy világsikerrel tudott volna lenni, hogyha ha akkor nem lett volna elvágva az útja. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a zenészeinknek a méltatását, és hát akkor sok sikert az esti koncerthez. Fantasztikus koncertet, igen. Más tére. Köszönjük szépen! Köszönjük!